Mikor már nem, akkor pedig valakire majd rá fogják ezt hagyni, a magyar állam pedig idézőjelesen élvezheti ennek minden hátrányát, hiszen gyakorlatilag visszaszállnak ezek a kötelezettségek szegről végről az államra, és ilyen módon gyakorlatilag az államot terheli ennek a sok milliárdos terhe. Hát nem egy ilyen példát láthattuk már, elsősorban nagy kommunális beruházások és egyéb nagyüzemi beruházások kapcsán, hogy az állam volt a végén az, amelyre ezek a kötelezettségek rászálltak. Az előző szakaszban bár kiemelt nemzetgazdasági jelentőséggel bíró cégekről volt szó, az előző szakaszban pedig a különböző mafiaszerű csoportok gyakorlatilag kiloptak onnan mindent, csak aztán kötelezettségek és a terhek maradtak az államra. Én egyáltalán nem látok abban problémát, hogy ezt megpróbálja valaki megakadályozni. Hát az, hogy a szocialistáknak ez problémát okoz, azt gondolom az előző 8 év kormányzása remekül megmutatta, hogy vajon miért lehetett ez a számukra ennyire kifogásolható. A vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a kormány által kijelölt non-profit társaság az tehát, amely ilyen módon biztosítja a vagyon későbbi megmentését, lehetőség szerint megóvását az eddigi csoportoktól, de gondoskodik arról a jogalkotó, hogy a korábban bíróság által kijelölt felszámoló megkapja a maga díjazását az addig végzett munkájáért, azonban maga a vagyon, és ugye itt nem a felszámolási díja nagy tételeben az egészben, hanem maga a vagyon, az ilyen módon azt gondolom, hogy megóvható lesz. A Jobbik tehát most nagyon röviden és tömören támogatja ezt a kezdeményezést, előremutató lépésnek tartja. Megjegyzem, egyébként nagyon régóta hiányoltunk már egy ilyen lépést, és egyben bízunk abba, hogy egyre kevesebb nemzetgazdasági szempontból jelentős vállalkozás fog arra a sorsa jutni, hogy a vagyonáról felszámolás során rendelkezni kelljen. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces hozzászólásra Bárándi Gergely képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azt kérdezi ön, hogy mi félnivalónk van egy állami felszámoló biztostól. Elfogadom, önök nem szeretnek minket. Olvassák el a Transparency International-nek Olvassák el. Tisztelt képviselő úr, talán ezt a szervezetet nem vádolják azzal, hogy hozzánk kötődik. Elég sokat vitatkoztunk mi annak idején, a mi kormányzásunk alatt velük. Elég sokat vitatkoztunk. Én azt gondolom, hogy azokat az érveket, amiket ők fölhoznak, és egyébként hangsúlyozom, egy nemzetközileg elismert szervezetről van szó, ezeket talán érdemes megfontolni és meghallgatni. Persze én értem, amit mondanak, semmi probléma ezzel, elbírjuk mi is, elbírja a ház is, ha önök szeretnének még egyet az MSZP-be belerúgni, tegyék, semmi gond ezzel, megszoktuk önöktől, pont annyira érdekel minket, el tudják képzelni. Csak én azt gondolom, hogy néha az érveket is érdemes lenne meghallgatni, és tudják, kedves képviselőtársaim, hogyha önök fölülnek annak az indokolásnak, amit hivatalosan a Fidesz hangoztat, és ezt elhiszik, akkor önök ugyanúgy kárát fogják szenvedni, mint ahogy nagyon sok ember itt Magyarországon. És talán azt gondolom, hogy nem éri meg csak azért, hogy egyet még itt a parlamenti vitában belénk lehessen rúgni, nem éri meg támogatni egy olyan javaslatot, ami egyébként senkinek nem lesz utána jó. Én ezt kérem, hogy ezt fontolják meg, és mondom még egyszer, ne nekünk higgyenek, higgyenek azoknak a társadalmi szervezeteknek, higgyenek azoknak a gazdasági szervezeteknek, higgyenek azoknak az érdekképviseleti szerveknek, akik egészen másként látják ezt, mint önök és a Fidesz. Én nem kérek mást, csak hogy legalább fontolják meg, és ne egyetlen cél vezérelje önöket, hogy kibe milyen politikai ellenlábasukba hogyan lehet egyet belerúgni. Én azt gondolom, hogy ennél egy kicsit felelősségteljesebb magatartás lenne önöktől is elvárható. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Volner János képviselő úrnak adok szót, 2 perces reagálásra. Parancsoljon, képviselő úr! Én meg kell, hogy mondjam őszintén, képviselőtársaim, elismeréssel adózom a politikai rutinnak, amit Bárándi képviselőtársam felvonultatott, ugyanis a Transparency-ről az égvilágon semmit nem mondott, azt nem állapította meg, hogy milyen kijelentéseket tett a Transparency International, de ezzel a nemzetközi szervezettel igyekezett a saját szocialista mondani valóját hitelesíteni. Ez tehát a politikai rutin része. Nézzük azonban a szakmaiságot. Amikor a Transparency International vizsgálja a politikum átláthatóságát, vizsgálja
a korrupció elterjedtségét és irányultságát, akkor bizony fölállít egy rangsort az országok között, amelyben a szocialisták kormányzása alatt Magyarország folyamatosan hátrébb lépett. Én értem, hogy nagyon fontos lenne legalább a felszámoló maffiát megkímélni a kellemetlen következményektől, én azonban arra biztatom a kormányt, ha már egyszer elindult ezen az úton, akkor járjon is rajta végig, és vigye tovább ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Bárándi Gergely képviselő úr szeretne reagálni. 2 percben parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Legalább látja, egy valami van, amiért dicséretet kaptam a politikai rutin. Ezt is köszönöm önöktől, még ez is jól esik. Azonban engedje meg, hogy az, hogy azt mondjam arra, hogy ön fölrótta nekem, hogy csak utalok a Transparency-nek a jelentésére. Nos, képviselőtársam, ez azért történik, mert egy meglehetősen hosszú elemzése van ennek a szervezetnek. Először is nem gondolom, hogy ezt föl kéne olvasni és itt ismertetni a parlament falai között. Másrészt meg őszintén szólva azt azért még feltételezem, hogy minden országgyűlési képviselő rendelkezik az olvasás képességével. Ezért úgy gondolom, hogy talán elég utalni egy ilyen dokumentumra, és önök is el tudják olvasni, már ha egyáltalán igényük van rá. Köszönöm szépen. Rendes felszólalásra Seyrin Gábor képviselő úrnak adok szót az LMP képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Valóban nehéz egy viszonylag kicsi párt képviselőjének és gazdasági kabinetjének vezetőjének a sorsa. Össze-vissza a rohangászok egyik sajtótájékoztatóról bizottsági ülésre. Vezérszónoki felszólalások érik egyik követi a másikát. Úgyhogy valóban nehéz tartani a tempót, de azt gondolom, hogy sikerült eddig. Úgyhogy szeretném megkezdeni a felszólalásomat. Remélem, hogy ezzel sikerült egy kicsikét felrázni a már álomba szenderülő képviselőket. És hogyha már a felrázásnál tartunk, akkor engedjék meg, hogy még egy személyes sztorival kezdjem. Az én édesanyám a rendszerváltás környékén az Aluker nevezeti alumínium ipari trösznél dolgozott, ott volt számviteli előadó, nem egy magas beosztású alkalmazott, egészen a 90-es évek első néhány évéig, amikor is hát az Alukert gyakorlatilag átszervezték, felszámolták, és az én édesanyám utcára került, hasonlóan az édesapám, az, aki az Egyesült Villamos Gépgyárban volt villamos mérnök. Akkor azt az embert, aki az Alukernek a felszámolását és reorganizálását végezte, úgy hívták, hogy Gyurcsány Ferenc, aki számos hasonló eljárásban gyakorlatilag állami vagyon reorganizálásával szerzett vagyonra építette fel a saját politikai várát. Azt gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés támogatható és támogatandó, amelyik ennek a csőd maffiának a felszámolását célozza. 1. 2. Ugyanakkor azt gondolom, jobbikos képviselőtársaim elég szépen felültek a fideszes propaganda gépezetnek, ugyanis ez a jelenlegi törvényjavaslat egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ezt a csődmafiát felszámolja, sőt éppen ellenkezőleg fokozza az átláthatatlanságot, rosszabb helyzetbe hozza a kis és közepes vállalkozásokat, és fokozza a jogbizonytalanságot. Engedjék meg, hogy ezt a 3 pontot kifejtve eloszlassam a törvény iránti lelkesedésüket. A kormány úgy érzi, hogy a jelenlegi csőd és felszámolási szabályozás nem elégséges a kiemelt gazdasági szereplők esetében. Habár az indok nem derül ki világosan, ahelyett, hogy a meglévő törvényt általános hatállyal módosítaná, az összes állami és magán, így a multikat is magába foglaló körre külön az adósnak kedvezőbb helyzetű szabályozást alkot, mint egy elismerve a duális gazdasági szerkezetet. Mint megláthatjuk a későbbiekben, a kis és közepes vállalkozásokat hátrányosabb módon megkülönböztetve. Igaz, a jogi környezet kiszámíthatatlanságát fokozandó, a 65. paragrafus 2. bekezdésében az állam egy megindult csőd vagy felszámolási eljárás során megadott határidőn belül hirtelen rendeleti úton kiemeltnek minősíteti az eljárás alanyát, és a bíróságnak megszakítva a megkezdett eljárást azonnal át kell adnia egy kizárólagos állami felszámolónak. A javaslat szerint a kormány egy későbbi rendeletében kívánja nevesíteni a nemzetgazdaságilag kiemelt cégeket, de a javaslat mutatja, ezt nem előzetesen, hanem csak a normál eljárás megkezdésekor fog kiderülni.
hogy mégis kik lehetnek ezek a cégek? Csak általános megfogalmazásokkal találkozhatunk a javaslatban, objektív, normatív meghatározásokkal nem. Gyakorlatilag egy gumiszabály alapján fogja a kormány mérlegelni, melyik cég ellen folyó eljárásba akar beavatkozni. A normatív szempontok hiánya mindig a régi idők kézi vezérléses időszakát idézi. A javaslatból kiderül, hogy az adósnak kedvezőbb irányba módosítja a követelés érvényesítés feltételeit a hitelezőkkel, beszállítókkal szemben, hiszen lerövidíti a követelések bejelentési határidejét. De ennél is fontosabb, és talán a legfontosabb változás azonban, hogy a hitelezői egyesség megkötésének lehetőségét az eddigi kétharmados hitelezői követelés összeg helyett ennek az aránynak a felére csökkenti. Azaz például néhány nagyobb hitelező, pénzintézetek vagy adóhivatal megegyezésével lezárulhat az egyesség, miközben a kis és közepes beszállítói vállalkozások futhatnak a pénzük után, hiszen a törvényben meghatározott kielégítési sorrend nem változik. Hivatkoznak itt a jobbikos képviselők és a kormánypárti képviselő társaim a Hajdú Bét esetére, ahol a kis beszállítók jártak pórul, ők azok, akik nem jutottak a pénzükhöz. Nos, világosan látszik ebből a törvénytervezetből, hogy ez a rendelkezés nemhogy javítaná, hanem rontaná ezeknek a kis beszállítóknak a helyzetét, ugyanis onnantól kezdve, hogy nem kell kétharmados szinten egyességre jutni, hanem elég az adósok, beszállítók felének a megegyezése ahhoz, hogy lezáruljon az eljárás, onnantól kezdve sokkal nagyobb körben járhatnak pórul a vállalkozások. Azok a KKV-k, akik egyébként is többnyire kiszolgáltatott helyzetben rosszabb feltételekkel tudnak beszállítói szerződést kötni egy nagyvállalattal, a cég bedőlése esetén továbbra is fennmarad a kiszolgáltatottság. Várhatóan komoly versenyfutás is megindul majd a követelésüket érvényesítők között. Ez a folyamat sajnos komoly korrupciós kockázatokat is felvet. Emlékezzünk csak a Megyeri híd építésére. A híd éppen a sok csődbe került kisvállalkozás mementójaként is szolgál, akik nem tudták elismertetni a követelésüket a fővállalkozóval szemben. Ez a javaslat nemhogy segítene az ilyen típusú problémák megoldásában, hanem éppen ronthat a helyzetükön. Nem szerepelnek garanciális elemek a javaslatban, ami a kisvállalkozások helyzetének javítását ígérhetné. Az is kérdéses, hogy a felszámolói névjegyzékben szereplő cégeket vajon miért nem tartja alkalmasnak az előterjesztő, hogy kiemelt cégeknél is eljárjanak. Az érthető lehet, hogy a sokszor tetemes felszámolási költségek, pláne egy nagy cég esetében házon belül maradnak egy kizárólagos állami felszámoló cég közbeiktatásával, de lehetséges, hogy amit nyerünk a léven, azt elveszítjük a vámon. Hiszen a javaslat megengedné, hogy részben vagy egészben állami tulajdonú cég csőd vagy felszámolási eljárása során egy állami felszámoló intézkedjen akkor is, amikor például egy állami szereplő is komoly hitelezője az adott cégnek. Vajon a sokszor ellentétes érdekek mennyire szakmai alapon kerülnek majd feloldásra a politikai nyomásgyakorlás helyett? A hatályos törvény 27. paragrafus 4. bekezdésében nem véletlenül szerepelnek összeférhetetlenségi szempontok éppen az ilyen kockázatok kiküszöbölésére. Vajon egy állami felszámoló vagy adóhivatal ellen tud-e állni egy felső politikai nyomásnak, amely az adósnak kedvező, puhább érdekérvényesítésre akarja majd sarkalni őket? Félreértés ne essék. Az LMP támogatni tud minden fokozottabb állami szerepvállalásra törekvő törvénykezést, amennyiben rendszer szintű kockázatok mutatkoznak a kiemelt gazdasági szereplők gazdálkodásában. Ilyen típusú rendszer szintű kockázatok jelenleg szerencsére nem állnak fenn. Akkor miért szükséges a nagyvállalatokat a hazai KKV-khoz képest további kedvező megkülönböztetésben részesíteni? Nem elég előnnyel rendelkeznek már most is? Miért növeli a bürokrácián egy bürokrácia csökkentést hirdető kormány kettős jogi szabályozás bevezetésével, összeférhetetlenséget súroló új állami szereplő bevonásával? Vajon a kormány képviselői valamit már tudnak, látnak előre? Esetleg felsejlettek a Matolcsi-féle gazdaságpolitika negatív következményei? Avagy a Szél Kálmán terv megvalósításakor olyan radikális beavatkozásokkal számolnak, például a veszteséges állami vállalatok körében, MÁV, MALÉV, amire előre próbálnak felkészülni ezzel a törvénnyel? A kormány több mint egy évnyi működését követően is még fontos gazdasági törvényeket egyéni képviselő indítványként nyújtanak be,
holott a társadalmi egyeztetést előíró kötelezettségeket már eddig is jelentősen meggyengítették, úgyhogy a hivatali úton is előre haladhatnának nyugodtan, ugyanúgy nem lenne szükség arra, hogy lefolytassák a szükséges egyeztetéseket, úgyhogy most már nyugodtan felhagyhatnának az egyéni képviselőindítványok rendszerével. Összességében tehát elmondható, hogy a javaslat sajnos egyelőre magán viseli az átláthatatlanság, a kiszámíthatatlanság és a bürokrácia növelését szolgáló a KKV-kat sújtó vonásokat. Nagyon kár érte, ugyanis egy alapvető problémát vett észre a törvénnyel a jogalkotó, ugyanakkor teljes mértékben rosszul viszonyul hozzá. A csődmafia felszámolására abszolút igen mondanánk, az állami szerepvállalásra ennek érdekében abszolút igen mondanánk, ugyanakkor a gazdasági dualitást intézményesítő, az önkényesen kiemelt jelentőségűnek minősített cégekre szabott törvénykezést elutasítjuk, a KKV-kat hátrányos helyzetbe hozó csődeljárási rendelkezéseket szintén elutasítjuk, ezeket nem tudjuk támogatni. És a hivatkozott visszaélések, mint a Hajdúbét, vagy a felszólásom elején említett személyes történet, már kezelhetőek lennének a jelenlegi rendelkezésre álló jogszabályok, akár a büntetőtörvénykön, akár a csődeljárás jelenlegi passzusai alapján. A lopás az lopás jelenleg is. A sikkasztás a sikkasztás a jelenlegi törvények alapján is, mint ahogy az adócsalás is adócsalás, ugyanúgy fel lehetne lépni ellene a mostani lehetőségek alapján is. Arra lenne szükség, hogy erősítsük az adóhatóságot, ott erősítsük az adó nyomozati jogköröket, és a jelenlegi jogszabályokra, a jelenlegi egységes jogszabályra építve egy erősebb, nagyobb kiterjedtségű, átfogó komplex szabályozással lehetne ezt a problémát orvosolni. Egy ilyen kivételezettekre szabott, önkényes és a KKV-kat hátrányos helyzetbe hozó törvényt az LMP nem tud támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perces hozzászólásra Volner János képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm, elnök úr! Hát úgy látszik a nap a csodák napja. A csodák tovább folytatódnak, az LMP a magyar kis- és középvállalkozások érdekeiért aggódik. Megjegyzem, arról az LMP-ről beszélünk még mindig, amelyiknek Richard Field, amerikai ingatlan befektető a legfőbb támogatója. Hát érdekesek az összefüggések. Én értem persze, hogy a politikai marketing megkívánja, hogy egy liberális párt kitörjön a belvárosból, és végre ne kelljen neki útlevelet váltani ahhoz, hogy lejusson a magyar falvakba, vagy egyáltalán elhagyja a belváros határait. Na de mégis, képviselőtársaim, ez az egészen abszurd irányt vesz ez a beszélgetés lassan. Amit itt a képviselőtársam elmondott, hogy a magyar kis- és középvállalkozások érdekeit meg kell védeni, hát azt hiszem ebben nincs hiba. Az is esetleg vita alapját képezheti, hogy a különböző követelések kielégítésének sorrendjén milyen módon lehet változtatni. Azt azonban képviselőtársam figyelmébe ajánlom, hogy nem egyszer előfordul az, hogy különböző vállalkozások magas köztehertartozásokat halmoznak föl, mielőtt még csődbe viszik őket, nem csődbe mennek, csődbe viszik őket szándékosan, majd ezekből a felhalmozott köztehertartozásokból átmeneti, a működésük idején felmutatott versenyelőnyre tesznek szert, ezeket a pénzeket aztán számlázással kiszivattyúzzák a vállalkozásból, a végén pedig egy kiürített céget odaadnak az államnak, hogy tessék, számolt föl, akárhány száz millió forintos köztartozással. Hát ez a javaslat éppen ezeket próbálja megfogni. Lehet, hogy a képviselőtársam nem érti, mert ő még nem vezetett céget, de ez a javaslat éppen a hasonló esetekre jelenthet gyógyírt. Teljesen nyilvánvaló az is, hogy a gyakorlati alkalmazás az elsősorban attól függ, hogy milyen módon terjesztik ki majd ezeket az intézkedéseket a gyakorlatban, milyen módon lépnek hatályba. A törvényi keretek azonban a hatékony fellépéshez, a jelenlegi előterjesztés szerint én úgy gondolom, hogy elégségesek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, képviselőtársaimat, kíván-e még valaki szólni? Igen. Sejrin Gábor képviselő úr kért szót 2 perces hozzászólásra. Nem akarnék elmélyülni ebben a vitában, én megértem, hogyha a Jobbikos képviselőtársamnak a személyeskedésen kívül más érve nem nagyon marad. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az LMP büszkén felvállal bármilyen olyan támogatót, amelyik vállalja
az átlátható pártfinanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinket. Egy különbség van a Jobbik és az LMP között. Önök bármikor felhívhatják Richard Fieldet, és megkérdezhetik azt, hogy milyen feltételekkel támogatta az LMP-t. Én nem tudom felhívni azokat a titokzatos befektetőket, akik beruháztak a Jobbikba, hogy megtudjam, hogy mit is követeltek azért cserébe, hogy pénzt adjanak önöknek. Na, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy tényleg őszintén kívánom önöknek, hogy mélyüljenek el alaposan ebben a vonatkozó szabályozásban, ugyanis a kétharmados szabálynak az 50%-ra csökkentése az valóban a kis és közepes vállalkozásoknak egy jelentős helyzetromlással jár. Ugyanis korábban kétharmadra kellett törekedni a megegyezés során ahhoz, hogy a csődeljárást le lehessen zárni. Most elég lesz a követelők 50%-ának a megegyezése. Ez egyértelműen rontja a kis és közepes vállalkozások helyzetét. Ez az, amire a leginkább felszeretném hívni a figyelmet, már csak habatortán a többi rendelkezésre a törvénynek, amely az átláthatatlanságot fokozná, és a kormánynak túlzottan nagy kézi vezérlésre ad lehetőséget. Köszönöm szépen. Volner János képviselő úrnak adok lehetőséget, hogy reagáljon. Parancsoljon, képviselő úr. Remek ez a közelség. Én el szeretném kérni majd képviselő úrtól Richard Field telefonszámát. Én ugyan sok mindenre kíváncsi lennék vele kapcsolatban, többek között arra is, hogy miért jutalmazta meg például a gyöngyöspatai garázda cigányokat több 10 millió forintos segélyadománnyal, miért üdültette őket, stb. Mi próbáltunk vele kapcsolatba lépni, hogy megkérdezzük, hogy mit keresett ott, hogyan csábíthatta oda az amerikai nagykövetség munkatársait, miért keltett Magyarország körül nemzetközi hisztériát az eset kapcsán, miért próbált az országnak ártani az LMP főtámogatója, de sajnos nem akadtunk a nyomára. Úgyhogy hát én ezt rendkívül sajnálom. Amit képviselőtársam mondott, hát azért gondoljunk bele a gyakorlati alkalmazásba. Akkor, amikor egy magán felszámoló a legtöbb esetben a cégeket felszámolja, ezeket a csődbe jutott vállalkozásokat, és abban a vállalkozásban nem csak köztehertartozás van, hanem értékelhető vagyonelem. Hát nagyon sokszor annak lehetünk tanulni, hogy ezek aztán különböző árverési és egyéb eljárások során kalapács alá kerülnek ezek a vagyontárgyak. Aztán hogy nem, egy ember jelentkezik rá, az egy ember pedig féláron az árverési törvény értelmében megveheti a vagyontárgyat. Képviselőtársaim, ezt hívjuk a vagyon elsíbolásának. Amit a képviselő úr pedig az első felszólalásában az Alukerrel és Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban említett, hát azt hiszem, hogy a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben folyamatosan figyelemmel kísérhettük azt, hogyan visznek cégeket csődbe, és hogyan kerül ki köztulajdonból magántulajdonba, úgy, hogy a tulajdonos alig fizet érte valamit, ha egyáltalán fizetett érte. Hát ezt a folyamatot próbáljuk valamilyen módon megállítani, képviselőtársaim, és én mindenkit erre biztatok, ne pedig különböző kifogásokat gyártsunk, amelyeket egyébként semmilyen szakmai tartalommal nem töltött meg az LMP képviselője arról, hogy miért lenne jó az eddigi rendszer továbbélése, vagy hogy milyen módon kellene ezen változtatni, azt sem tudhattuk meg tőle. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk a két perces hozzászólásokat. Kovács Tibor képviselő úr kért szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. A jobbikos képviselőtársaim figyelmét szeretném felhívni arra, hogy itt az az aggály merül föl, hogy ha fölruházzuk az államot bizonyos jogosítványokkal, akkor az állam az valóban éle ezekkel a jogosítványokkal, vagy adott esetben visszaélhet. Sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi egy évben, különösen a Fidesz kormány idején megszülető jogszabályokat az állam nem minden esetben arra a célra használja, amire itt a parlamentben ugye megfogalmazódott a jogszabály, illetve elfogadtuk. Az az aggály fogalmazódhat meg teljes joggal, hogy milyen garanciái vannak annak, hogy ezzel a jogszabállyal is például a kormány politikai megfontolásokból nem fog visszaélni. Úgy gondolom, hogy ilyen garanciák ebben a jogszabályban sincsenek, hogyha, és nem vitatva azt, amit a képviselő úr elmondott a visszaélésekkel kapcsolatban, természetesen a jogalkotónak és a kormánynak meg kell tennie mindent, hogy a lehetséges kiskapukat ezen a területen bezárni, be kell zárni, de arra is vigyáznunk kell, hogy az állam oldala felé viszont a kapukat nem lehetőség szerint nem nyitni, hanem ott is zárni kellene, hogy a visszaélés és a rossz szándékú politikai visszaélés lehetőségét azért szűkítsük. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr.
Köszöntöm képviselőtársaimat, két perces felszállásra megadom a szót Schering Gábor képviselő úrnak, LMP. Nagyon szívesen megadom majd Richard Fee-nek az e-mail címet, lehet vele kapcsolatot teremteni. Egyébként itt a gyöngyöspatai események kapcsán hát meglehetős erős aggályainkat fejeztük ki mi is Richard Field számára. Nem nagyon hallgatott ránk sajnálatos módon, ugyanis a kettőnk közötti viszony az arra korlátozott, hogy egyszer támogatott bennünket egy átlátható pártfinanszírozási eljárás keretében. Onnantól kezdve sem minket nem kötelez semmire az ő neve, mint ahogy az LMP neve sem kötelezi semmire sem őt. Úgyhogy innentől kezdve a dolog egyértelmű. Viszont még egyszer szeretném a képviselőtársaim figyelmét felhívni arra, hogy a piaci önkényre nem megoldás az állami önkény bevezetése vagy fokozása. Az, hogy a piaci hatalommal, a gazdasági hatalommal, a gazdasági folyamatok átláthatatlansága mögé burkolódó vállalkozók visszaélnek, az egy dolog. Erre ugyanakkor nem megoldás az, hogy felruházzuk a központi kormányzatot egy későbbiekben pontosítandó csődeljárás keretében arra, hogy gyakorlatilag tetszés szerint mondja meg azt, hogy melyik az a kiemelt jelentőségű társaság, amelyikre teljesen sajátos egyéni csődeljárási javaslatok vonatkoznak, ahol mondom még egyszer, a kis és közepes vállalkozások fokozottan hátrányos helyzetbe kerülnek. Úgyhogy minden képviselőtársamat, aki egy kicsit is érzékeny a kis és közepes vállalkozók helyzetére, és a gazdasági és politikai önkénnyel szembeni fellépésre, azt arra kérem, hogy olvass el még egyszer a vonatkozó törvényjavaslatot, tájékozódjon arról, hogy milyen rendelkezéseket és milyen garanciákat tartalmaz és nem tartalmaz a törvénytervezet, ugyanis ebben a formájában a jogbizonytalanságot fokozza csak, és a kis és közepes vállalkozók helyzetét rontja, és a deklarált problémát az pedig egyáltalán nem tudja orvosolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólalása következik. Volner János képviselő, a Jobbik képviselőcsoportjával. Öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, meglepő lehet, de az MSZP és a Jobbik között egy közös pontra bukkantam, ez pedig a kiskapuktól való félelem. Csak a különbség annyi, hogy az MSZP a kiskapukat meg szeretné óvni, mi pedig beszeretnénk őket csukni a kormány segítségével. Ez az azt gondolom azért egy meglehetősen jelentős különbség. Amit itt Schering képviselő társam mondott, ha vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként az állam kijelöl egy non-profit társaságot azért, hogy megóvja a vagyonelemeket, biztosítsa lehetőség szerint az állami követelés kielégítését, amely lehet akár adótartozás is, az azt gondolom, hogy egy közös cél kell, hogy legyen, ez nem is szabad, hogy vitatárgya legyen, hiszen az adótartozás is mindannyiunk közös pénze. Az államnak pedig kötelessége a rábízott, általa működtetett intézményrendszert arra használni, hogy ezeket a vagyonelemeket megóvja. Hát ha ez az állami önkény egy liberális párt szerint, akkor én ezt az állami önkényt ezúttal is boldogan vállalom. Kérdésem önökhöz, tisztelt képviselőtársaim, azokhoz, akik ebben a törvényjavaslatban kételkednek. Hát vajon hol van nagyobb biztonságban mondjuk egy köztehertartozás egy cég felszámolásakor, vajon a magánfelszámolónál van-e nagyobb biztonságban, aki nagyon sokszor, mint tudhatjuk, különböző mafiaszerű csoportokkal játszik össze, vagy az állami felszámolónál, akinek fontos és elsődrangú szempont az, hogy kielégítsék belőle az állami közterheket, az állami köztehertartozásokat, kifizessék belőle, és kielégítsék belőle azokat a hitelező igényeket, amelyek joggal merülhetnek föl. Én azt gondolom, hogy ez nem is lehet kérdéses. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perces felszólalásra megadom a szót Göndör István képviselőnek, MSZP, önnél a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Volner képviselő úr. Nem, mi nem akarunk más, nem akarunk senkinek. Ezért elmondtam én az első hozzászólásomban is, hogy ha valakinek gondja van az átláthatósággal, akkor arra kell szabályokat tenni. Az, amiről ön beszél, az, és kérem, hogy gondolja végig, ez a törvényjavaslat ahhoz semmit nem segít, mert a ma hatályos csődtörvénynek vagy felszámolásról szóló törvénynek szigorú rendelkezése van arról, hogy a hitelezőket milyen sorrendbe kell kielégíteni. Munkavállalók, állami adó és köztehertartozás, és így tovább. Miután ezt a sorrendet nem változtatják meg, tehát nem tud más tenni ez az állami felszámoló sem, mint az, hogy ezt a törvényt végrehajtja,
ennek a törvénynek megfelelően hozza meg döntéseit. Tehát itt ez csak arról szól, higgy el, képviselő úr, hogy az állam kijelölhessen egy olyan szervezetet, akin keresztül megmondja, hogy ezt a céget, akár magánvállalkozás vagy bármi, ki és hogyan, milyen formában nyúlhatja le. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólalásra megadom a szót. Sejrin Gábor képviselő úrnak kell emelni a szót. Szeretném a Jobbikos képviselőtársaimat emlékeztetni, hogy arról az államról beszélünk, amelyik felébred, és hogyha úgy látja, hogy mondjuk a Tetrekész rendőrök szakszervezete a saját politikai érdekével ellentétes politikai húzásokra